amikor sikerült regisztrálni a tárhelyünket, kifizettük a szolgáltatást, létrejön a webtárhelyünk és létrejön a domain nevünk. Azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy akár az ingyenes, akár a fizetős domain neveknél a regisztráció után néhány órának el kell telnie, amíg ezek a domain nevek ténylegesen elérhetők lesznek az interneten, szélsőséges esetben akár 72 órát is igénybe vehet ez. A domain nevek elterjesztése most túlmutat azon, hogy megbeszéljük, hogy miért is tart ez ennyi ideig. Ezt figyelembe kell venni. Most belépek a felületre a megadott e-mail címemmel és jelszavammal, és a szolgáltatásaim közül ki kell választani a frissen regisztrált szolgáltatást, ami esetemben most ez az edumark.hu. Én nekem több szolgáltatásom is van a tehát ezért több tárhely is megjelenik itt. Tehát erre szépen rákattintok, és ha letekerek a legaljára, akkor itt látható a gyors elérések között a C-panel. Opció. Ez ugyanaz a felület, amit az előbb, az egyik előbbi videóban az Infinity Free tárhelynél láttunk, csak ebben az esetben több lehetőséggel, több funkcióval és magyarul fog megjelenni előttünk ez a C panel felület. Ezen első lépésként a fájlkezelőre kattintok, ugyanis arra lesz szükség, hogy feltöltsem a weboldalamra a letöltött, korábban letöltött Moodle telepítő fájlt. Ez a következőképpen fog működni. Most itt nálam rengeteg fájl látszik, ez azért van, mert több különböző funkcióra, több feladatra használom ezt a tárhelyet, de meg fogom mutatni, hogy milyen a Moodle-nak a telepítése erre a felületre. Ki kell választani egy helyet, ahova telepíteni fogunk. Ez legtöbb esetben szinte mindig a public HTML a fizetős esetekben, és ide a public HTML mappába kell feltöltenünk ezt a Moodle fájlt, amit letöltöttünk. A feltöltés gombra, vagy más néven upload gombra kattintok. Kiválasztom a számítógépről a letöltött tömörített fájlt, és néhány másodperc alatt feltöltődik. Meg is történt a feltöltés, itt visszalépek, és láthatóan itt van ez a tömörített fájl. A tömörítés a kis cipzár jelről látszik. Kiválasztom ezt a fájlt és ki kell csomagolnom, hiszen így becsomagolva egy fájként ezt a fájt nem fogja tudni használni a rendszer. A kicsomagolásra kattintva megkérdezi, hogy hova szeretném kicsomagolni. Ha csak simán ezt a public HTML fájl nevet választom, akkor létre fog jönni a public HTML-en belül egy kicsomagolt Moodle mappa. Csináljuk ezt. Néhány másodperc, le is fut a kicsomagolás. Ha szépen ezt itt görgetjük, azt láthatjuk, hogy rengeteg-rengeteg fájl és mappa keletkezett, hiszen ez a tömörített mappa, ez a Moodle telepítő mappa, ezt a rengeteg fájlt mind tartalmazta. Tehát ezek most fölmásolódtak a szerveremre, itt is van ez a Moodle mappa, hogyha erre rákattintok, látszik, hogy itt vannak benne a további mappák, és a további mappákon belül is még további mappák, és akkor azokon belül is még további mappák. Tehát egy nagyon bonyolult és összetett fáj szerkezet jött létre a tárhelyemen. Tulajdonképpen, ha ideig eljutottam a fizetős tárhely esetén, már a következő lépés a telepítés lesz. Most nézzük meg, hogy hogyan történik mindez egy ingyenes tárhelyen. A következő videó erről fog szólni.